Közel 75 diák alkotását mutatták be a képzőművészeti tanszak tanévzáró kiállításán, a Művelődési Ház földszinti aulájában. A kismesterek egész éves munkáiból nyílt tárlaton mintegy 180 kiállított darabot lehet megtekinteni. Ez a szakág magába foglalja a képzőművészet valamennyi ágát. A rajzot, a festészetet, a szobrászatot, a kerámiát és a tűzzománcot. A művészeti iskolában a diákok mindezekkel találkozhatnak, egyúttal el is sajátíthatják a technikákat. Bende Róbert a képzőművészeti tanszak tanára elmondta, a legegyszerűbben tanítható módszer a rajz, a festés és a tűzzománc. A fiatalok a kerámia mellett a grafikai alapokat, illetve a festészethez köthető technikákat sajátíthatják el. A tárlaton 7-től 16 éves korig mutatkoznak be a fiatalok, munkáik között egészen egyedi alkotások is vannak. Nagyon sok festéket sokszor kimostak a csapba, és azt szerettem volna, hogy azt is használjuk föl, és akkor volt egy ilyen úgymond gesztusfal, amit ők festhettek ki azzal a maradék festékkel, mielőtt még elmentek volna haza, így aztán lett egy hatalmas 250x170-es nagy falfelület, abból kettő, és akkor azt mindig egymásra is festették, vagy egymás munkáját is kiegészítették. Ez talán volt a legérdekesebb, ahogy láttam, és eléggé nagy hangsúlyos alkotás született, úgyhogy nagy nehezen áthoztuk, és ezt is kitettük, úgyhogy érdemes megnézni a részletektől kezdve az egészet. A képzőművészeti tanszak célja az, hogy felszínre hozza a fiatalokban rejlő kreativitást. Az eseményen könyvjutalomban részesültek azok a kismesterek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az év folyamán.